Köszönöm szépen a felkérést és a lehetőséget, hogy egy szellemi légtérben lehetek Király Júliával is. Kicsit szimbolikus volt ez a nekivetkőzés, mert azt gondolom, hogy ezután a előadás után azért neki kell gyűrközni, hogy az ember valami olyasmit mondjon, ami ugyanúgy le tudja kötni a hallgatóságot, mint ahogy az ő előterjesztése ezt megtette. Én két dolgot hoztam magammal. Az egyik egy itt Sárospatakon nyilván nagyon jól ismert könyv. Ez egy elég viharvert példány, mint ahogy viharvert sorsa volt annak, aki írta. Ez Kont Sándor 1938-ban megjelent doktori disszertációja, Kierkegaard, ahogy tetszik, és a világháború utáni teológia. A másik pedig egy olyan korábbi Kierkegaardról való foglalatosságomnak az eredménye, amelyiket szeretnék itt úgy előtárni, hogy az legyen valóban tisztelgés egy olyan magyar református gondolkodó előtt, aki, és nem sok ilyen volt a 20. században, aki úgy tudott távlatosan gondolkodni válságos időkben és válságokra szabdalt helyzetekben, hogy azt gondolom, nagyon sokunk számára példa lehet. Például abban is, amiről az előadás Király Júlia is szólt, hogy valóban lehet itt közgazdasági mutatókat, meg mindeneket szépen felsorakoztatni, hogy mi volt előbb, mit követett, de azért ez a bizonyos tücsök-hangya szindróma az ott van, mégpedig abban, hogy a Szentírásnak, a Bibliának van egy olyan nagyon modern, ha úgy tetszik, és ha még jobban tetszik, nagyon posztmodern felfogása, amikor válságokról beszél, hogy nincs olyan külső válság, legyen az természeti katasztrófa, legyen az gazdasági összeomlás, amelyik mögött ne lenne ott valami nagyon-nagyon mélyen meghúzódó belső válság. Az a fajta mohóság, amelyik a Biblia, az őstörténet lapjain ugye úgy nyilvánul meg, hogy az ember mindent magának akar, és kialakul tulajdonképpen az első emberi történetben már az, amit manapság úgy szoktak megfogalmazni, hogy egy olyan életeszmény, vagy egy olyan torz eszmény alakult ki, amelyik abban foglalható össze, hogy consumo ergo sum, azaz fogyasztok, tehát vagyok. Minél többet elfogyasztok ebből a világból, annál inkább kiteljesedek. Nos, én azt gondolom, hogy Kont Sándor élete is egész munkássága egy olyan életmodellt mutat fel, amelyikben valaki meg tud állni, anélkül, hogy ennek a kísértésnek odaadná magát, és megpróbálja felmutatni annak a válságnak az igazi gyökerét, amelyiket ez a különös, nagy, és furcsa, érthetetlen, besorolhatatlan dán filozófus, teológus, aki előtte 100 évvel született, megtestesít magában. Én úgy szeretnék tehát tisztelegni az a 100 éve született Kont Sándor előtt, hogy azt, amit ő végig boncolt ebben a nagyon alapos teológiai munkában, azt arra koncentrálom, hogy hogyan jelenik meg egy válságok szabta időben egy nagyon különleges, válságos ember,
aki talán nem túlzva az a megállapítás, hogy a maga gondolataival és a kritikájával a kereszténységnek, az egyik legcsábítóbb és legrejtélyesebb kritikusa, és talán a legnagyobb. Mert a kereszténységnek és az egyháznak megszámlálhatatlan kritikusa volt, és van, és lesz. Hosszú lenne őket felsorolni, de vajon hogy illik ebbe a sorba Kierkegaard? Egy Kierkegaard idézetet bocsátok előre, azt mondja, egyetlen ember, az egyén nem tud segíteni korának, nem tudja megmenteni azt, csupán kifejezésre juttathatja, hogy kora el fog tűnni. A Kierkegaard rejtély, amely ennek a különös gondolkodónak, amaz egyénnek, ahogyan ő a saját maga által megtervezett sírfeliratában saját magát nevezi, ez volt a végakarat, hogy ezt írják fel a sírjár, hogy amaz egyén. Még zavaróbbá és a kortársak számára égbe kiáltóan botránkoztatóvá válik akkor, amikor 1854. december 18-án a Kopenhágában megjelenő Haza című napilapban megjelenik egy cikke ezzel a címmel. Az igazság tanúja volt-e Münster püspök? Egy az igazi mártírok sorából, ez lenne az igazság? Kérdője. A művelt keresztény nagyközönség a szívéhez kapott és felháborodottan taglalta a cikkben leírtakat, de a Kierkegaardhoz közelebb állók se tudták, mire vélni ezt az eseményt. És a felháborodás hullámai azért csaptak olyan magasra, mert a nem sokkal azelőtt elhunyt püspök Dánia egyik köztiszteletben álló, nagyon is respektált alakja volt. És mintha a cikk szerzőjének semmi más célja nem lett volna, mint hogy sárbaráncson valakit, akinek a tekintélyéhez már életében sem fért semmi kétség. A dolgot még zavaróbbá tette néhány körülmény, hiszen csaknem egy év eltelt azóta, hogy az említett püspök meghalt. És közben lezajlott az utódlás, és az utód Martensen püspök, Münster érdemeit méltatva őt a kereszténység nagy bizonyságtevői közé sorolta. Miért várt Kierkegaard ennyi ideig? Valószínű, az volt a szándéka, hogy tiltakozzon ez ellen a szent besorolás ellen. A másik zavarba ejtő és a szemtelenség ne továbbjának ható körülmény pedig az volt, hogy ennek a gyalászkodó cikknek a szerzője azt merészelte állítani, hogy a cikk megírására nem keresztény ellenes érzelmek, hanem a kereszténységnek teendő szolgálat indította. Megmagyarázhatatlan és érthetetlen volt a folytatás is. Az első cikket egy 10 hónapon át tartó cikksorozat követte, amelyben a szerző kilépett az álnév használatának talán valamelyes védelmet nyújtó keretei közül, egyre hevesebben és egyre kíméletlenebbül sorakoztatta fel a vád pontjait, és ekkor már nem az elhunyt püspök volt a céltábla, az egész egyház, az egész kereszténység. Jól lehet, korábban is különcnek tartották egy olyan ember, aki életében, gyerekkorában soha senkivel nem játszott, aki nem járt különösebben társaságba, legjobb társaságnak saját magát tartotta, odahaza a nagy szobájában sétált, és így tovább, és így tovább. Tehát korábban is különcnek tartották, de egyszerűen úgy látszott, hogy ő úgy lép fel, mint aki mindenkinek és mindennek a bírája, akinek kategorikus tételei és vádpontjai nem semlegesíthetők, nem védhető ki esetleges egyházi reformok végrehajtásával. Ami itt történik, az egy végleges leszámolás. A zavarba ejtő valóban
ez a jelenség, és az az igazság, hogy a Kierkegaardot ismertető vagy feldolgozó későbbi tanulmányok nem is nagyon foglalkoznak ezzel a jelenséggel, azt mondják, ezt ne bolygassuk. Ilyeneket mondanak róla, hogy alapjában véve nem úgy gondolta, csak végső mániákus kétségbeesésében ragadtatta magát arra, hogy a reformer szerepét magára vegye és a gondolatait kivigye az utcára. De én azt gondolom, hogy valami egészen másról van szó. Hiszen amikor Kierkegaard ezeket a mondatokat leírja, akkor úgy írja le, mint ami az ő saját maga számára végtelen nagy fájdalmat és válságot okozó jelenség. Szenved miatta. Az utókor talán másképpen, de ugyanúgy zavarba ejti ez a cikksorozat, mint a korabeli nagy közönséget. És azt kérdezzük, hogy mi lehet ennek a támadásnak a hátterében, akkor elsősorban Kierkegaard egyéniségét kell egy kicsit megvizsgálnunk, ahogyan teszi ezt egyébként Kont Sándor, mielőtt a teológiára vonatkozó hatását elemezné, amikor azt mondja, hogy lehetetlen bármit is megérteni belőle, hogyha nem értjük meg azt az egzisztenciális vergődést, amiben Kierkegaard maga van, amikor megpróbálja megértetni saját magát. Kierkegaard egyénisége pedig nem más, mint a szenvedő, válságban lévő egyén alakja. Mert valóban az elején arról beszéltünk, hogy számlálhatatlan sok kritikusa van a kereszténységnek, de legtöbbjük olyan, hogy akik kritizálják a kereszténységet, ez a kritika őket nem érinti. Zárójelben egy kicsit személyesebb megjegyzés, én ezt a magam egyszerű vidéki nyelvére úgy fordítottam le, hogy hát, hogyha nekem valaki belülről kritizálja az egyházat, azzal szóba tudok állni. Hogyha valaki XY társasághoz tartozó egyén, hogy kívülről, annak azt mondom, hogy bocsánat, menj a fenébe, mert ez téged nem érint. Itt egy olyan kritikus találunk, aki maga szenved attól, amit lát és amit ki kell mondania. És talán nem túlzó az a párhuzam, amit az ószövetségi prófétai alakoknál látunk, akiknek kegyetlen kemény dolgokat kell kimondani, de úgy mondják ki, hogy az a csontjaimba rekesztett tűz. Ez a fogfájás. Nem tehetik meg, hogy nem mondják ki, de Kierkegaard szenvedélyesen és szenvedve kutatja azt a tekintélyt, azt az autoritást, aki nem úgy, mint ő, olyan tekintéllyel rendelkezik, hogy méltóképpen reprezentálja a kereszténységet. Saját magát nem tekint ilyennek, idézet, én nem merem magam kereszténynek nevezni. Pont. Ez határozza meg a püspökhöz fűződő kapcsolatát is. Akit kétségbe esetten keres, várja, igényli a vele való találkozást, de a püspök részéről egyfajta udvarias három lépés távolságtartással kezeli ő Kierkegaardot, és éppen ezért elmarad az igazi személyes kontaktus. Kierkegaard azt mondja, hogy nem merem magam kereszténynek nevezni, és a kereszténységet, a keresztény hithez való viszonyulását úgy fogalmazza meg, az Isten végtelen felségének és magasztos voltának az érzése az embert csak félelemmel és rettegéssel
töltheti el. Az Istennel való kapcsolat az ember részéről csak úgy élhető meg, mint a feltétlen érvényű valósággal való kapcsolat, amelyben az ember átéli a misztérium tremendum és fascinózum felemelő és rettenetes élményét. Ezért elfogadhatatlan élettelen számára a filozófusok istene. Kierkegaard számára saját egzisztenciájában úgy jelenik meg Isten, mint aki Ábrahámot a rettenetes próbatétel a fia feláldozása elé állítja. Thomas Mann szavai juthatnak eszünkbe, aki József és testvéreiben így ír, mert az istenek, kisbetűvel, szórakoztatnak. Isten, nagybetűvel, azonban erőfeszítés. Olyan, mint a napszúrás, mondja Kierkegaard, a vele való találkozás. És ha megnézzük a kereszténység nagy alakjainak és nagy kritikusainak, és én ide sorolom Pált, Luthert, Pascalt, ugyanez az élménye van. Mert a feltétlennel való szembesülés nem világosságot gyújt, hanem a sötétség, a homály abszurditásába visz, amitől az ember természete szerint csak visszarettenhet. De hát mi az a mérce, ami alapján azt mondja Kierkegaard, hogy én nem vagyok keresztény, és aztán folytatja, ti se vagytok azok. Nem elégszik meg a reformáció nagy alapelveinek felemlegetésével, mert a sola scriptura, egyedül a Szentírás, ez az ő korára azt jelentette, hogy az írásmagyarázat teljesen intellektuális elménckedéssé lett. Ezért fordul olyan vehemenciával és iróniával, kora író, írástudóival szemben, két emberfajta van, akit hihetetlen iróniával és gunnyal tud kipellengérezni. Az egyik a professzor, a másik az újságíró. Lehet, hogy ma találna még más kategóriát is, de alapvetően erre vonatkozik az irónia. És azt követeli, felejtsük el, és azért gondoljuk meg itt reformáció 500. évfordulójához közeledve, újra felemlegetjük a sola scripturát, azt mondja Kierkegaard, egyetlen lehetőség van a Szentírást, az Új Szövetséget a lehető legprimitívebb módon kell olvasni. És ezen lehet ógni-mógni, de néhány héttel ezelőtt találkoztam olyan afrikai protestáns református keresztényekkel, akik elmondták, hogy például az afrikai református keresztények számára az Új Szövetség legfontosabb levele, legfontosabb könyve az a Jakab levele, amiről az európai protestantizmus, ugye Luther így nevezte, hogy az a szalma levél, mert abban nincs benne az ingyen kegyelemből való megigazulás tana. És erre az a kereszténység, amelyik számbelileg már jóval meghaladta az európai kereszténységet, meg a reformátusokat, de csak jön és azt mondja nekünk, a legfontosabb könyvünk az a Jakab levele. Most mondjuk azt, hogy ti nem vagytok elég jó reformátusok. Mert ők abból értik meg azt, hogy nem csak, bocsánat, nem csak a száját kell jártatni az embernek, hanem valamit tennie, és az egész életét oda tennie. Tehát azt mondja Kierkegaard, hogy a reformáció nagy vívmányához, amellyel a Szentírást a nép kezébe adta, ma az illenék, ha jönne valaki, aki kimerné venni azt az emberek kezéből. És megint azt mondja az ember, hogy mit akar ez az ember? Megint csak egy közeli élményemet hadd idézzen fel. Reformáció alapvető principiumról volt szó, és hát ott jöttek ugye meldöngetve a hithű reformátusok, hogy igen, hát mi vagyunk az írás népe, sola scriptura. Aztán felállt valaki és mondta, hogy ez nagyon nagy igazság, ez mindaddig igaz, amíg a Szentírás így van, becsukva.
Abban a pillanatban, amikor kinyitjuk, azt elkezdjük olvasni, mi egymással úgy össze tudunk veszni, hogy ezt hogy kell érteni. Igaz idáig, hogy szól a szkriptúra, amíg ki nem nyitjuk. Amikor kinyitottuk, akkor aztán olyan, te nem jól látod, te nem jól hiszed, és így tovább. Azt mondja, hogy a kegyelemre való hivatkozás se elég. Mert gyakorlatilag, ha a hangsúly oda tevődik, hogy az Isten kegyelme úgyis mindent elvégez, akkor a kereszténység azt ülteti át a gyakorlatba, amit a keresztényeknél sokkal őszintébben fogalmaz meg, az a gúnyos megjegyzés, ami Voltairenek tulajdonítható, Isten úgyis megkegyelmez, mert ez a mestersége. Ugyancsak eltorzult, mondja Kierkegaard, az egyetemes papság gondolata. Idáig megkapták a teológiai professzorok, megkapták az írástudók. Most jönnek a presbiterek, a laikus testvérek, egyetemes papság. Igaz, hogy a reformáció vívmányaként eltörölte a külön papi rendet, megszüntette a klerikusok és a laikusok közötti minőségi különbséget, de mára nem látható belőle más, csupán az, hogy az egyetemes papság emlegetése az a középszer dilettantizmusának az alibijévé lett. Azaz, ehhez mindenki ért. Tovább megyek, amit ő akkor még nem mondott, de azóta azt is tudjuk, hogy igazság szerint azok a fundamentalista mozgalmak, amelyek megint csak ezt kezdik emlegetni, azok tulajdonképpen nem mások, mint az alulról építkező klerikalizmus, mert nem csak olyan, hogy felülről lehet a klerikalizmust építeni, olyan is van, hogy alulról. És ez megint csak az egyetemes papságnak az egyik kinövése. Azt írja 1851-ben a naplójában Kierkegaard, kezdetben volt Krisztus, akiben maga az örökkévaló egzisztenciális követelménye jelent meg, hogy szenvedjen és meghaljon. Aztán jöttek az apostolok, akik feltétlen módon vágyakoznak a mártíriumra. Aztán jönnek a mártírok, de hamarosan jön a dialektika, amely azt mérlegeli, hogy feltétlen szükség van-e mártíromságra ahhoz, hogy valaki valódi keresztény legyen. Nem lehet-e úgy is keresztény az ember, hogy az ember élni akar, külső és belső értelemben egyaránt. Minőségi változás áll be, megjelennek az apologéták, és ezzel lényegében véget ért a kereszténység. Megkezdődik a tudomány és az egyház elmélete. És Kierkegaard a gyakorlat alapján akarja ezt a nagy leszámolást megtenni. Mert azt mondja, hogy fel kell ismerni a végzetes veszélyt, a válságot, a halálos betegséget, ehhez visszahúzódás befelé fordulás szükséges. Ahol ez nincs meg, ott pedig egyet lehet tenni, várni, mert enélkül bűn a kereszténység propagálása, mert az csak annak komfortosítása és általánosítása lehet. A saját kora kereszténységének és egyházának a szerepét és helyzetét egy olyan luxushajóhoz hasonlítja, amelyet rettenetes vihar fenyeget. Az utasok vidáman élvezik a kényelmet, a gondtalanságot, semmit sem sejtenek a közeledő rettenetes éjszakáról. Mondjuk ez október 7-e. Egyetlen ember van a hajó kapitánya, aki látva a felsejlő borzalmat, nyugodtan lemegy a kajütjébe, felüti a Bibliáját, és arra a versre esik a tekintete, ahol ez van megírva, még ma éjjel elkérik a te lelkedet. A kapitány imádkozik, majd magabiztos nyugalommal foglalja el újra helyét a parancsnoki hídon. Különös és rettenetes ez a helyzet. De ettől van egy még rettenetesebb, mondja Kierkegaard.
Minden ugyanaz, mint az előbb leírt helyzetben, csupán az a különbség, hogy a kapitány más. A kapitány is ott van a mulatozó utasok között, és mindközött ő a legvidámabb. Az egyetlen ember, akinek a többiek helyett is helyt kellene állnia, éppen ő nincs a helyén. Ezt a tragédiát kiáltja bele Kierkegaard kora kereszténységébe. És saját magát egyáltalán nem merészelni a kapitány helyébe tenni, ő így nevezi saját magát, hogy ő költő, detektív, kém, az Isten spionja, így nevezi magát, és áldozat. Ezt írja, tegyük fel, hogy én áldozatul esem, akkor sem a kereszténységem áldozata lennék, legfeljebb a becsületességemé. Nem nevezhetem magam kereszténynek, csupán becsületességre törekszem, de arra mindvégig. Már említettem, hogy a professzor és az újságíró alakja az, akiket végtelen iróniával karikíroz, és erre egy példát hadd hozzak, az ő cikke. A címe ez, jelenet az utolsó ítélet napján. Szereplők, a mi urunk és egy teológiai professzor, vagyunk itt néhány. A mi urunk, kerested először az Isten országát? A professzor, azt nem állíthatom, ezzel szemben hét nyelven el tudom mondani, keressétek először Isten országát. Dánul, németül, franciául, görögül, héberül, latinul, arabul, szírül, főniciaiul. De mit látok, hiszen ez már 9. Kettővel több nyelven is tudom, mint ahányat ígértem. Nos, Kierkegaard gondolkodásának, egész egzisztenciájának kétségtelenül a keresztény hit az egyik pólusa, az egyén, a megragadott, a valóságot, valóságban minden absztrakciót elutasító, pillanatban megragadó egyén Isten színe előtt áll. És épp ezért semmit nem tart olyan hazugnak és utálatosnak, mint hogy mindenki kereszténynek tartja magát, holott valójában senki sem az. Ez nyilván a gondviselés és a Isten lelkének szellemes iróniája, hogy amikor erre az előadásra sor kerül, akkor Budapesten éppen egy olyan konferencián vannak együtt az állam és az egyház képviselői, ahol egy 1700 évvel ezelőtti eseményre emlékeznek, jelesül a milánói ediktumra, amelyikben Nagy Konstantin császár elindította a kereszténységet az államvallás felé vezető úton, zárója bezárva. Az alapvető bajt, mondja Kierkegaard, ez a mondat fejezi ki, mi mind keresztények vagyunk. Itt van minden baj gyökere a kereszténységnek. Ez a lehetetlen általánosítás, amelyik egy hallgatólagos axióma az úgynevezett keresztény társadalomban, újra meg újra kihívja Kierkegaard felháborodását. Annak a hitnek ugyanis, amely a Jézus Krisztusban megjelent paradox isteni valóságban való hit, amelyet semmiféle emberi erőfeszítés, gondolat vagy akarat nem tud felfogni, sem megközelíteni, csupán egy egzisztenciális ugrással lehet benne részesülni, az égvilágon semmi köze ahhoz a gondolattalan és kényelmes komfort kereszténységhez, amit ő limonádé kereszténységnek nevez, amelyel az átlagpolgár, a teológiai professzor, a püspök megpróbálja, és itt jön az idézet az idézetben, Istent bolonddá tenni. A kereszténység mindig elkülönít és szembefordít, magányossá tesz. És ahhoz, hogy ez a kereszténység napvilágra jöjjön, le kell leplezni a meglévő kereszténységet. És a következő mondatokat is leírja, azzal, hogy nem veszel részt az Isten tiszteleten, egy nagy bűntől mented meg magad. Nem veszel részt az Isten bolondításban, amely abból áll, hogy újszövetségi kereszténységnek tartjuk azt, ami nem más. Az államvallás, az államkereszténység lehetetlen állapot, mondja Kierkegaard.
Ha a fennálló egyházi rend garanciája az állam, akkor tulajdonképpen az állam a nagy korrumpátor a maga 1000 fizetett alkalmazottjával, ezek a dán protestáns lelkészek, akik táplálják azt a tévhitet, hogy mi mind keresztények vagyunk. Hiszen a lelkészek érdekei a kenyérkeresethez fűződnek, ezért semmi, céljuk semmi más, mint Krisztus áldozatából táplálkozó kispolgári kényelem. Azt mondja Kierkegaard, rosszabbak, mint a kannibálok, mert azok nem nevezik barátjuknak azt, akiből táplálkoznak. A lelkész alakja még a színésszel való összehasonlításban is alul marad. A színész őszintesége ugyanis csupán a szerep őszintesége, a lelkészek viszont úgy tesznek, mintha nem szerepet játszanának. Mint a kereszténység helyett, így uralkodik el a mintha kereszténység. A fennálló állapot egyházi biztosítékei az egyházi szent cselekmények, amelyeknek értéke Kierkegaard szemében több, mint kétséges. Ennek talán legszarkasztikusabb kifejeződése, amikor arról beszél, hogy nem csodálkozna azon, ha a nemesebb házi állatokon is előbb vagy utóbb meg fog látszani egy kereszténynek, hiszen csupa keresztény hatásnak vannak kitéve. Sőt, el fog jönni az idő, amikor ezek a házi állatok majd keresztény utódokat fognak a világra hozni, az állatorvosok és a lelkipásztorok nagy örömére és megelégedésére, mert a két emberfajtában az a közös, hogy mindkettőjüknek az utódok nemzése a fontos. Az egyház nem a nagy inkvizítor. Ami itt történik, az nem tudatos manipuláció, mert még az is jobb lenne, mondja Kierkegaard, hanem ez egy önfelett belemerülés a világba. Nos, talán most már megértjük azt a értetlenséget, felháborodást és fejcsóválást, meg mi egyebeket, amit ott a 19. század közepén ezek a gondolatok kiváltottak. És befejezem. És egy kicsit átvéve azért gondoljuk meg, ez az a korszak, a 19. század közepe, amikor megint csak tulajdonképpen mindenki, legalábbis Európában, válságról beszél. Hát végig zúgnak a forradalmak Európán, ugye aztán elcsendesülnek, és minden. És itt van egy ember, aki szerintem legalábbis semmi jele annak, hogy őt valamiképp is foglalkoztatta volna ez, hogy most mi lesz az átalakuló birodalmakkal és egyebekkel, és akkor mégis olyasmiket fogalmaz meg erről a bizonyos belső válságról, amelyik egy önmarcangoló, őszinte és bennünket is arra késztető gondolkodó. Úgyhogy én azt gondolom, Kierkegaard helye azok között, a kritikusok között van, akik önmarcangoló, belső tűzzel, égő szenvedéllyel keresték és keresik az igazságot. Nem azt veti a kereszténység szemére, amit Nietzsche. Ne tévesszük össze a kettőt. Mert Nietzsche azért támadja, ütiveri a kereszténységet, mert azt mondja, hogy gyenge, tutyivutyi, erőtlen, nem elég, belevaló. Kierkegaard azt mondja, a kereszténység bűne, hogy nem mer gyenge és erőtlen lenni. Az önmagát biztosítani akaró keresztény élet és kereszténység számára Kierkegaard valóban az marad, aminek a 20. század első évtizedeinek protestáns teológusa Leonhard Ragatz nevezte, ő a nagy nyugtalanító. A nagy nyugtalanító. Aki nem enged bennünket, legalábbis megpróbál szegény bennünket nem engedni ellustulni sem gondolkodásban, sem egzisztenciában. És azt gondolom, a vele való foglalkozás is
egy olyan igazság levonására, következtetés levonására visz el bennünket, amelyik azt mondja, a vele való foglalkozás során az ember rájön arra, hogy azok a dolgok, amelyet olyan végtelenül komplikáltnak, meg bonyolultnak tart, azok nem is komplikáltak, hanem végtelenül egyszerűek. Amiről meg azt gondoljuk, hogy olyan végtelen egyszerű, olyan végtelen magától értetődő, azok pedig sokkal bonyolultabbak. Én azt gondolom, hogy egy olyan egyszerűen és bonyolultan gondolkodó, nyugtalanító lélekre emlékezhetünk a 200 évvel ezelőtt született Kierkegaardban, és köszönhetjük meg, hogy volt valaki, aki 100 évvel ezelőtt született, és megpróbálta nyugtalanítani a maga korát, meg azért minket is, akik még néha napján kézbe vesszük ezt a könyvet, hogy tudjunk elgondolkodni saját dolgainkon, saját lehetőségeinken és lehetetlenségeinken. Ne tekintsük természetesnek azt, ami nem az, és tudjuk vállalni azt a bizonyos erőfeszítést, mert ezt én hiszem és vallom ennek a mondatnak az igazságát. Valóban az istenek, azok szórakoztatnak, de az élő Isten erőfeszítés. És köszönjük azoknak, akik erre az erőfeszítésre emlékeztettek bennünket. Köszönöm szépen! A válság és váltság konferencián főtiszteletű dr. Bölcskei Gusztáv püspök urat hallottuk. Válság és váltság egykor és ma. A nagyívű előadás megerősítette Hon Sándor Kierkegaard könyvének Kierkegaardtól idézett mottóját, feladatom a keresztjén fogalmának revíziója. Amikor a Calvin születésének 500. évfordulóján Harsány László barátom segítségével a Calvin 500 napút könyvet kiadványt szerkesztettem, hogy összefoglaljam a protestantizmushoz való viszonyomat, meg a családtagoktól ezt aztán azt idézek, akkor ottan feladatokat szabtam a magam számára, és azt írtam, hogy elolvasom Calvin institúcióját. Jelentem, haladok. Főtiszteletű Bölcskei úr újabb feladatot adott, és tájékoztatom tisztelt barátaimat, hogy csatlakozom afrikai barátainkhoz, és Jakab levelét fogom olvasni és tanulmányozni. Köszönjük szépen, hogy püspök úr felajánlotta ezeket a gondolatokat, hogy mintha keresztjénből, mint a keresztjénnél válhassunk, válhassanak, hogy a mai válságot, a 19. századi és a múlt századi gondolkodók segítségével az egyházi és világi szempontok összehangolt elemzésével próbáljuk meg megérteni. Vitéz Ferenc király, Júlia és Bölcskei Gusztáv előadása a tudomány és az előttünk álló feladatok összekapcsolása volt, és ezek után csak azt tudom mondani, hogy jól ebben áll a nagy titok, tehát most jót tesszük, hogyha egy kis szünetet adunk magunknak, 20 perc után fogok majd csengetni és folytatjuk. Jó.